Szóval van, akkor korim lehúzni. Jó reggelt mindenkinek! Rabos írásából olvasunk a második kötetből. A cikknek a címe... Mit jelent a... az, hogy a megváltás a bűnösök munkájával kezdődik az igazak felé a munkában? Tehát Rabos írásából második kötet... Mit, az, hogy a bűnösökkel kezdődik a munkában az igazakkal szemben. A bölcsénk a következőt mondják, hogy semmilyen más módon nem közelíthet a világhoz a megváltás, csak a bűnösök által. Idáig a szavak. Meg kell, hogy értsük, hogy miért közeledik először a... mit jelent... az igazaknak a hibája a munkában, tehát nekünk először el kell magyarázni, hogy mit jelent ez a munkában, és kik a bűnösök a munkában, és kik az igazak a munkában. Először is meg kell tudnunk, hogy mi a munka. Általában milyen módon kell megközelítenünk a munkát, mit kell megközelítenünk a munkában, ki teremtette az összes dolgot a munkában, a teremtő teremtette, ha ez így van, akkor milyen célból hozta létre, nyilván ő ezt a világot azért teremtette, hogy ilyen módon megszerezzük ebben a világban, amit meg kell szerezni, mind a fizikai igények tekintetében, mind pedig a spirituális téren, és meg kell, hogy értsük, hogy nekünk mindenek előtt meg kell értenük, hogy mi a teremtésnek a célja, azaz milyen célból hozta létre a világot a teremtő. És ez pedig, hogy a bölcseink mondják, a választ azon úgy lehet megtalálni, hogy megértjük, hogy a teremtő jót akart a teremtés, a teremtényeinek tenni, és ő valóban ezért beléjük nyomtatott egy vágyat, egy sóvárgást, hogy megkapják az örömet és a boldogságot a teremtőtől. Ezt nevezzük úgy, hogy a teremtés végső célja. És mivel nincsen formaegyezésben a teremtmény a teremtővel, emiatt a megszerző a jót és az örömet a szégyenkezésre kell, hogy megkezdje érezni. Ezért jött létre a megszorítás és az elrejtés. Azaz kizárólag azzal a szándékkal szabad neki megszereznie, hogy ezt adakozásra használ föl, és emiatt az edény, amely a legalsónak a szintje, a saját természete ellenében van, hiszen a teremtmény a teremtőt kapni akarással, az örömre irányulással teremtette meg, ezért minden, ami nem a természet oldaláról jön, nehéz az embernek végrehajtani. Ezt nevezzük erőfeszítésnek, és ennek megfelelően ki fog derülni, hogy az erőfeszítésnek a lényege az nem azt jelenti, hogy az embernek erőfeszítést kell tennie, hanem sokkal inkább ez az eredménye, tehát ez a saját természete ellenében megy, ezért az embernek nehéz végrehajtani bármilyen cselekedetet, ami adakozás, és ez az igazi erőfeszítés, és ez az ember és a teremtő közötti munkában a legfontosabb pont. És látszólag ugyanez a korrekció létezik az ember és a barátja között, tehát hogy valóban ne kelljen szégyenkezést érezni, mert az embernek valóban a szégyen kenyerét teszi, a formaeltérés miatt, ezért az anyagát az embernek meg kell változtatnia, és ezért az ugye a fizikai világban a munkás bért kap a munkájáért, és ezért nem is kell szégyenkezni azért, ha kap valamit. Itt azonban a barát és az ember és a barátja között nem ugyanez az állapot áll fent, tehát hogyha valaki erőfeszítést tesz, akkor nyilvánvalóan munkaként kell ezt fölfogni, hogy jutalmat kapjon érte. Ez pedig a munkában megadja azt, hogy a munkának az eredményeképpen fizetést kap, és ha valaki nyilván valaki eladja a munkáját, valaki megvásárolja a munkáját, ezért nem csak, hogy az eladott termékek után kapott pénzből kap a munkás pénzt. Ez azt is jelenti, hogy mind a munkaadó, mind pedig a munkavállaló egyetért ebben, és mind a kettő
meg is kapja, amit kell. Mind a kettő adományozásban is van, hiszen az egyik a munkát adja, a másik a fizetését. Ezért nincs köztük forma eltérés, és ilyen módon a szégyennek mindig a megszerző oldaláról kéne megnyilvánulnia. Itt azonban nincs erről szó. Ezért az erőfeszítés valójában önmagában azt jelenti, hogy annak érdekében, hogy ne kelljen a szégyent érezniük, mind a kettőknek adományozásban kell lenniük. És mivel a természet által az ember alapvetően kizárólag megszerzőként lett megteremtve, a megszerzése tudja az erőfeszítését irányoznia, és ilyen módon a megszerzés maga eredmény. Tehát az nem ez a szándéka valójában, amire irányulni kell, hogyha nincsen megfelelő módon erőfeszítés kinyilvánítva, akkor a forma eltérés nyilvánul meg, az erőfeszítés pedig de a természet által nem nyilvánítható meg, főleg az adakozás olyan nem. Ebből meg kell, hogy értsük, hogy kik a bűnösök, és kik az igazak, és hogy hogyan lehetséges, hogy egyetlen csapás nem jön a világra kizárólag csak akkor, amikor a bűnösök megjelennek a világban. A munkában a csapás azt jelenti, hogy a jó és az öröm az nem tárul fel, azaz, hogy a teremtett lény nem tudja felfedezni a teremtőnek a vágyát, hogy ő jót akar tenni a teremtményeivel a köztük lévő formeltérés miatt, mivel amíg az embernek nincsen az adakozásra megfelelő belső edénye, amely úgy tekintető, hogy formeltérés van, ez az oka annak, hogy leválik a felsőbbőségről, amely a teremtett lények irányában megnyilvánul, ebből az is következik, hogy a bűnösök azok, akik valóban távol kerülnek a teremtőtől, azaz a munkában bűnösnek tekintjük azt, aki forma eltérésben van a teremtőtől, és ő, aki nem birtokolja egyáltalán a kegyelmességet, mert itt mondva van, hogy ha én kegyelmes vagyok, nektek is kegyelmesnek ellenetek, azaz a felső bőség nem tud az alsóra rátelepedni, mivel a bűnösség minősége meg az alsóban, mivel a munkában ez úgy tekintető, hogy az ember önmagában el van merülve a bűnösségben, amely a megszerzésnek a hatalmas belső sziklájának az erejét mutatja meg, azaz ezért nincs csapás, csak úgy értelmezhető, hogy a bűnösökre mért cselekedett a teremtőnek, és ezt tekinti úgy, hogy a csapás az valóban a világra a teremtő által a bűnösökön keresztül érkezik, és pontosan ezt tartja távol az embert az jónak és a jóságnak az érzékelést, ami maga a teremtő maga. És a bűnösségnek a mértéke az, hogy nem képesek az emberek az Úrra figyelni, aki azt parancsolta nekünk Mózesen keresztül, hogy nekünk valóban hallgatni kell az Úr hangjára, azaz különben ő megbüntet bennünket. És ezzel kapcsolatban fejlődik a kérdés, hogy ha mi a hús és vér Istenről beszélhetünk, akkor megérthetjük, hogy ő megbüntet mindenkit, aki nem figyel az ő hangjára. Azonban a teremtő, tehát miért van az, hogy a teremtő megbüntet bennünket azért, mert nem figyelünk az ő hangjára? Ő ezt igényli tőlünk valóban a teremtett lényektől? Hogy ha nem respektáljuk őt, akkor megbüntet bennünket? Ez hasonló egy olyan emberhez, aki belép egy csirke udvarba, és parancsot ad nekik, a csirképek nem figyelnek rá. Mondhatjuk azt akkor, hogy akkor az ember sérülést szenvedett el. Sőt, a teremtett lény, mennyire fogadja el a teremtőt, milyen fajta értékről jelenthetjük ki, hogy a teremtő valóban sérülést szenvedett el a teremtmény által, mert nem figyelt az rá, és ezért csapás kell, hogy mérjen a teremtett lényekre. Sokkal inkább azt kell, hogy megértsük, hogy a teljes lényege a revansnak, amit a teremtő vesz az emberiség felett, az Isten mentsen az, hogy a teremtőnek ez előnyt okoz, és ezért ez a revans nem is a teremtő érdekében, hanem a teremtmény érdekében történik. Bármilyen elégtéletet a teremtő, abban is a jó és a jóságossága kell, hogy megnyilvánuljon. Ez a teremtőnek az egyetlen vágya, a teremtett lény irányába, és ezt kell a teremtőnek megkapni, ezért az azt jelenti, hogy a szenvedés valóban az adakozásnak a mértékét kell, hogy az ember magára vonja, hogy egy igazi edényt építsen ki, amin keresztül megkaphatja a felső bőséget, és ilyen módon a teremtő azt kívánja, hogy ezt a végső célt elérjék, azaz nincsen csapása, ami a világba érkezne, kivéve akkor, amikor a bűnösök megjelennek a világban. Ezért ők érzik a szenvedésnek az erejét, azaz, mindaz, amit a világban történik, a munkában, ők a keserű, ezen keresztül a keserű ízt érzik, mivel nincsenek meg még az edényeik az adakozáshoz,
és csak azok, akik valóban, ezek az edények azok, amik keresztül arra a felső fény ragyogása érzeket lenni, ezért a megszerzési edények az emberben csak bizonyos átalakítás után lesznek képesek érzékelni a jót. Erről mondja Rambam, hogy van egy különbség azok az egyedi, az egyéni és az egyesített között, azaz az egyesítét az egyetlen erőnek a megnyilvánulását jelenti, ami azt jelenti, hogy ez az erő kizárólag azért működik, hogy az ő egyediségét is megérezzék, és amikor ő pedig feloszlik különböző cselekedeteken keresztül megnyilvánulásra, azaz minden cselekedet különbözik a másiktól, Isten mentsen, hogy azt úgy értelmezzük, hogy egyszer jót tesz, egyszer rosszat, és akkor nevezzük őt egyedinek, mert minden különböző cselekedet mögött valójában egyetlen végeredmény van, a jó cselekedetnek a végeredménye, ez az ő egyedisége minden cselekedet mögött. Ez az, amit mi elmagyaráztunk a csapásoknak a mértékében, ami megérkezik, ami nem a teremtő oldaláról mért revansnak tekintető, hanem sokkal inkább arról, hogy ő valóban azt akarja, hogy figyeljen rá az emberiség, tartsa meg a Tórát és a parancsolatokat, és ez az, ami a teremtett lény érdekeit fogja szolgálni, és nem a teremtőnek az érdekeit. Mivel ő Isten mentsem, benne nincsen semmilyen hiány, hogy amire szüksége lenne önmagában, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy amit az alsó számára akar, hogy az alsó képes legyen a jót és a jóságot érzékelni minden nehézségben, és hogy az öröm valóban a felső tökéletességből áradjon az ember felé. Azaz, hogyha megjelenik a szégyennek a lényege az öröm megszerzése közben, akkor az jelenti, hogy az öröm teljessége nem volt érzékelt az ember számára. Ebből következik, hogy a csapás, amit az igazak éreznek, azok az ő érdekük szolgálják, mert őknek folyamatosan korrigálni kell a cselekedetüket. Azonban azt is tudnunk kell, hogy mit jelent a korrekciója a cselekedetnek a munkában. Még egyszer, ez minden egyes cselekedet mögött megjelenik, amit mi végrehajtunk, azaz nekünk egy szándékot kell minden cselekedetünkre ráhelyezni, és a szándék pedig az, hogy mi ezekben a cselekedetekben valóban örömet akar, hogy érezzünk, hogy ezt akarunk okozni a teremtőnek, és ilyen módon akarunk összeszavazást elérni a teremtővel, azaz nekünk a szándékunkról kell kijelenteni, hogy ez mind a saját célunkat szolgálja, azaz ez kizárólag arról jelenik meg, hogy hogyan tudunk valóban örömet okozni a teremtőnek. Azok az emberek, akik az úton szeretnének haladni, amely elviszi őket az adakozáshoz, őket nevezzük igazaknak. Azaz még, hogyha nem is érik el ezt a szintet, a teljes szándékuk valóban az adakozásra irányul, azonban ők el akarják érni, ezért őket az igazak megközelítésének is nevezhetjük, ezért annak érdekében, hogy elérjék, ami az igazak szintjéhez vezeti majd őket, valódi szintjéhez vezeti majd őket, azaz, azok az emberek, akik valóban úgy dolgoznak és élnek, mint a többség, ami azt jelenti, hogy nem azzal a szándékkal foglalkoznak a Tórával, hogy elérjék a megigazolás szintjét, róluk mondja az írás, hogy ők nem a valódi módon dolgoznak, hanem sokkal inkább ők a cselekedeten keresztül nyilvánul meg az ő szándék a Tórában és a parancsolatokban pedig, ahogy azt Maimonides írja, hogy mi annak érdekében tanuljuk őket, hogy jutalomra vágyjanak, és csak azok, akik képesek megérteni azt, hogy nekünk arra van szükségünk, hogy a mennyek érdekében dolgozzunk, azokat az embereket tekintjük úgy, hogy ők a munkához azért fordulnak, hogy elérik az igazság útjának a megszerzését. És még hogyha nem is érték el ezt, róluk mondja Maimonides, hogy ő számukra feltárul a titok, de lépésről lépésre. Mi ez a titok, ami nem tárulhat föl a kicsiknek, a nőknek és a mindenféle átlagos embernek? A titok az a cselekedet, az, hogy a cselekedet maga nem elég, hanem sokkal inkább a szándékot kell megerősíteni a cselekedet mögött, hogy ez az adakozásra irányuljon, és ne a jutalom megszerzésére. Tehát, hogy minden öröm, amit az ember megszerez, az valóban a teremtőt szolgálja, és ez az ő jutalma, és akkor valóban ez a szerencse az ő kezébe adja mindezt, ezért az embernek nincs semmi más szüksége a munkában, mint arra a tényre, hogy valóban a teremtő tudja szolgálni a királyt,
ez a az örömnek a teljessége, és ez az, amit mi kerestünk. És ezáltal elmagyarázhatjuk, hogyha a csapás a világra valóban azért a bűnösök miatt érkezik, akkor miért van az, hogy a csapás az igazakon kezdődik? És a válasz az, hogy mivel az igazak útja a munkában, az azokra az emberekre vonatkozik, akik valóban az igazság útján akarnak haladni, még akkor is, hogy ők nem érték ezt az állapotot el, azonban ők ezen a vonalon haladnak, ezért nekünk tudnunk kell, hogy a csapás az valóban a pornak az ízét adja meg a Tórában és a parancsolatban, és ahelyett, hogy ők éreznék, hogy ez az ő életük a napjaik hosszában, ők keserű ízt éreznek, és meg kell kérdezni maguktól, hogy a teremtésnek a végső célja és a világ teremtésnek a célja, ha az volt, hogy valóban jót adjon a teremtménynek, akkor hogyan lehetséges, hol van ez a jó? És mi láthatjuk, hogy mintha teljesen ellentétes dolog történne a világban, az mi nem, hogy a munkában azt édes ízt éreznénk, amikor mi a kilát kezdjük el szolgálni, és nem kérünk érte semmilyen jutalmat. Mégis azt érzek, hogy a test ellenében van abban a pillanatban a munkának, ez pedig azt okozza, hogy meg kell értenünk, hogy a hiány az azért jelenik meg, mert a király az egyetlen király. És még nem elég fontos a számunkra, mert különben, ha éreznék ennek a királynak a fontosságát, hogy szolgálnak állnánk, azonnal le tudnánk nullázni magunkat az ő irányába, mert látnánk a saját természetünkön belül azt a hatalmas privilégiumot, hogy egy ilyen kis ember, mint mi, szolgálhatjuk azt a hatalmasat, ami ő. És ez nem kíván semmilyen extra munkát, hogy le tudjunk nullázódni a nagyszerű irányába, hogy a lehetséges egy teremtő, énvel kapcsolatosan nem láthatjuk ezt automatikusan, és erről van mondva, hogy a teremtő az, aki az egész világnak a királya, csak mi nem hiszünk az ő nagyszerűségében, hanem sokkal inkább éppen ellenkező dolog történik. Ezt nevezi a Zohár úgy, hogy a szentség számüzetésben van, vagy hogy a szentség a porban hever. Ha ez így van, mi az, amiben hiányunk van? A teremtő vetett hitben, hogy ő nagy és fontos király. Ebből az is következik, hogy pontosan azáltal, hogy azok az embereket igazaknak nevezünk, azok, akik valóban igazak és akarnak maradni, a teremtőt szolgálják minden jutalom nélkül, ők látják és érzik a gonoszt minden mögött. Azaz, ők érzik a csapásnak a lehetőségét, hogy ők képtelenek a jót és az örömet megszerezni, mivel a bennük lévő bűnös nem teszi ezt lehetővé, és egyszerűen ők magukat bűnösnek érzik, akik nem ért, mikor azt látják, hogy a teremtő nagy király, akkor a szalában nem érzik belül, ezért egyszerűen ők úgy látják, hogy a teremtő vezet hitük az olyan, amilyen, ebből következik, hogy mikor tárul fel a bűnös része az embernek, akkor, amikor valóban igazá akar válni. És ezáltal elmagyarázzuk azt, ami mondva van, hogy minden az igazak állapotával kezdődik, azaz az igaz azért jön először az ember életébe, hogy a csapás bizonyíték megkezdődjön annak a bizonyítékeként, hogy amikor az ember valóban elkezdi az elmozdulást a tömegek munkája felé, az egyén munkája felé, az egyének a munkáját pedig a megigazulásnak nevezzük, ezért a bölcseink azt adják meg a számunkra, hogy mihelyt az elejtső pillanatok kezdve az ember valóban az adakozás érdekében akar tevékenykedni, a csapás azonnal érezhető az emberen belül, ő azonnal elkezdi érezni, hogy milyen távol van a teremtő vetett valódi hittől, ezért szükségszerűen ő távol van a jó és az öröm megszerzésétől is, amit ő valóban meg akart kapni a teremtés végső céljának megértése mellett. Ezért az ember egy olyan állapotba kerül, hogy azonnal az zuhanásokat és emelkedéseket kezd érezni, azaz elkezdődik a megigazolásnak és a bűnösének az érzése, és az akkor kezdődik, amikor az ember belép a megigazolás munkájába, amely azokról szól, akik valóban képesek a többség munkája ellenében munkát végezni a teremtő érdekében, azaz, hogy ki akarnak kerülni a gonosznak az uram alól, és látni kell a teremtőzett hitük erejét is, és éppen ellenkezőleg ők tudják, hogy olyan óriási mértében meg a hit, hogy képesek legyenek másoknak adakozni, és azt is látható,
hogy nem oktatnak ki másokat, hogyan lehet ez lehetséges, hogy valóban az úton haladhassanak, hogy valóban elkezdjék megérteni, hogy a legfontosabb dolog az a spiritualitás maga, és nem a fizikai világ. Ezért azok az emberek, akik meghallják itt a szavakat, azok azt gondolhatják, hogy amiben igazán hiányuk van, az a moralitás, amely elvezeti őket oda, hogy nem a mennyek érdekében cselekednek, hogy valóban ők értsék, hogy mit jelent a mennyek érdekében való cselekedet és művelet, különben a morál nem lesz elegendő, és valójában nem tudják, hogy mit jelent az adakozásnak az ereje, mivel az adakozás az valóban a természet ellenében van, és amíg akkor az ember megláthatja, hogy milyen nehéz az ő számára túllépni mindezen, és milyen nehéz az adakozás munkáját végezni, akkor hogyan jelenthetjük ki, hogy az ember meglátja azt, hogy valójában a hitében van hiány, nem látja a teremtő nagyszerűségét, hiszen ő egy olyan természetben létezik, ahol a kicsi képes a nagyot szolgálni, mindenféle jutalom nélkül is akár. Ezért ezek az emberek valóban a többség állapotában vannak, a tömegek állapotában, ők kijelentetik, hogy nekik valóban a mennyek érdekében való munka azt jelenti, még akkor is, hogyha nem tudják, mit jelentenek ezek a szavak, hanem sokkal inkább ők valóban nem értik, hogy mit is mondanak, amikor ezeket a szavakat kiejtik, és egyszerűen használják ezt a kifejezést és szavakat, ezeket a kifejezéseket, és az ő számukra a gonosz az a végső feltárásként jelenik meg, tehát a bűnösökben a gonosz hajlam az valóban feltárható, ugyanakkor viszont a gonosz hajlam az igazak számára egy magas hegy, ezért a korrekciót is, hiszen a gonosz az, amit korrigálni lehet, ezért a bűnöseket nevezzük úgy a munkában, hogy azok, akiknek nincsen szükségük arra, hogy amelyek érdekében dolgozzanak, hanem sokkal inkább ők a Tórával és a parancsolatban a saját előnyüket keresik, ezért a bennük lévő gonosz bizonyítóan feltárul, hogy önmagának szerezzen meg, amely rossz, és ezt nevezzük úgy, hogy a gonosz hajlam valóban az a végső bűn, amiközben az igazek, azok az emberek valóban az adakozás után akarnak haladni, amikor ők elkezdik korrigálni a saját kapnakarásokat, akkor ők látják, hogy minden egyes alkalommal a gonosz, ami megjelenik bennük, az egyre növekvő mértékben tárul föl, egészen addig, amíg ez nem egy magas hegyé válik, ezért ők képtelenek is másokat tanítani a morálról és az etikáról, stb. Mivel ők valóban azzal vannak elfogadva, ők sajában a saját igényük miatt a teremtőtől erőt kérjenek, erre mondják a bölcsek, hogy nincsen csapás, ami a világban megnyilvánulna, kivéve, ami a bűnösökről van mérve, és ez pedig kizárólag az igazakkal való csapásra kezdődik. Kérdés, mondja, úgy hadartak, hogy ez borzasztó volt. Oké, rendben van, tehát akkor kérdezzetek. Nem kérdezek, akkor ő kérdez. Milyen feltételnek kell megnyilvánulnia annak érdekében, hogy a teremtő feltáruljon az emberben, az ember számára. Az embernek be kell lépni a hit állapotába, és utána, amit az embernek vágyódnia kell nagy mértékben arra az állapotra, a teremtő feltárulása. Ez az, amit valóban mondani akartam, hogy fel kell adnunk látszólag mindent, akár a spiritualitást is mondja Haim Ratz, és akkor a spiritualitás ezen keresztül feltárul az ember számára. Az embernek fel kell fedezni az ellentétességet a teremtővel, hogy teljesen bűn, és ebben az állapotban a teremtő maga fog feltárulni. Az embernek látnia kell a hiányát, hogy hogy jelenti el az adakozást, egy magával ellentétes állapotot, és akkor fedezi föl a teremtőt. Jakokka, egyfelől fel kell fedezni, hogy mennyire ellentétes a teremtővel, másik felől pedig
Egy hatalmas vágyat kell találni önmagában, hogy a teremtő feltáruljon, és hogy valóban oda akar érni ezért az életét is. Shy. Ez olyan, mint egy válság egyfelől, hiszen az ember felismeri saját egóját és szembesül vele, és valóban egyfajta halálos vég felé közeledik az ember a saját természetének tekintetében, hogy elérjem egy felfogadatlan állapotot, amikor valóban azt kell kérnie, hogy egy új természetbe tudjon kilépni a saját régi természetéből. Ebben az esetben én valójában nem is létezem, mondja Terence, csak a barátok. Brav. Hogy üzenetel az ember oda, hogy ne érezzen szégyent, mikor kérni akarja a teremtő feltárulását? Tehát hogyan lehet az, hogy az ember ne szégyenkezzen kérni a teremtő feltárulását? Az ember ebből a célból megteremtve, ez mondja a színés srác, tehát hogy fel tudja tárni azt, hogy a teremtő milyen mértékben adakozik felé. Amit, igen, ez a teremtésnek a végső célja, tehát nyilván itt valami ravaság van a kérdés, csak én még nem látom. Heimrat. Mindenek előtt, amit az ember érez, azt érzi, tehát nyilvánvalóan szégyenkezik, vagy nem szégyenkezik. Ez egy belső érzés, ez az érzés nyilván az ember megtapasztalja. Azonban nekünk azt kell lefordítanunk, hogy mit akar a teremtő. Tehát nyilvánvalóan az adakozás minőség a felfedés, ami feladatunk. Ezt kérhetjük, hogy ez feltáruljon a korrekció szerint, ami számunkra, ezért. Megjelenik a szégyen, vagy a megszorítás, akkor ez ezért jelenik meg. A teremtett lény valóban azt akarja, hogy egy alsó pont jelenjen meg, amiért meg lehet az ember teremtve, hogy feltárja ennek az ellentétességét, ami ő maga. A szégyen, a busa, mondja a kökösrát, az a kapnakarásban jelenik meg, ezért fölé akarunk emelkedni, meg keresünk azt a helyet, arra meg tudjuk tenni, és nekünk irányulnunk kell erre, hogy egy valódi dolgot keresünk a teremtőtől. A feltárulás az annak megfelelően történik, hogy mennyire lehetséges kifejezni azt, hogy van-e lehetőségünk arra, hogy kérjük a teremtőt, mert ha nincs, akkor nincs okunk kérni a teremtőtől. A kapniakarásnak nincs szüksége a teremtőre, amennyire mi aggódunk emiatt. Ez ma még nem elegendő. Tehát erről van mondva. Hogy nekünk azt az erőt kell megnyilvánítanunk, ami előnyt ad a teremtőnek, valóban a jutalom, az a feltárolás maga, és nekünk éreznünk kell, hogy mit jelent ez, hogy valóban el tudjunk jutni egy megfelelő döntéshez. Milyen feltétel az, amivel a teremtő feltárolhat? Feltétel tárulhat fel a teremtő. Bitul total. Na, totális lenullázódás. A teljes lenullázódás, mondja. Tehát a teljes lenullázódás, ez igaz, mondja a srác. A színész, tehát ez egy megszorítás, amit magunkunk kell alkalmaznunk. A szégyen miatt megszorítást hajtok végre. Fölemelkedek a saját kapnakarásomnak. Meg vagyok szorítva.
Ez azzal a feltételezés, hogy a kapnakarással ellentétes természetesen feltáró, mondja amit. Tehát, hogy valóban a barátok, akik hozzánk kapcsolódnak annak érdekében, hogy a teremtő feltáruljon az számunkra. Nyilvánvaló azt is jelenti, hogy nekünk örömet kell adni a teremtőnek, tehát ad nekünk a teremtő feltárolását. Csak akkor tudjuk elérni, ha az adakozás érdekében képesek ezt megtenni. Amikor mi készen állunk feladni mindent, beleértve a spiritualitást is, a teremtő feltárásnak az érdekében, akkor ezen belül valóban mi a teremtőért vagyunk képesek már dolgozni. A bore a hiányban tárul föl, az ráirányuló hiányra van. Tehát ezt nekünk kell elérnünk, az ő minőségeit, az ő erejét. Ez az egyetlen erő, amely valóban a kapnakarás ellenében nyilvánul meg, és korrigálja azt. Igen, mondja Krác, amikor mi elérjük azt a fajta belső sóvárgást, hogy valóban magunkra akarunk vonni az ő minőségét, az akadás minőségét, akkor ezen a helyen valóban egy belső vágyódással, ahogy ezt a barátok mondták, valóban fel akarunk adni mindent, hogy a barátokon fel tudjuk tárni magát a teremtőt. Tehát én azt gondolom, hogy itt van a totális lenullázódás, a bitul totál, ahogy mondta Terenc, hogy leszik, ezt nem tesszük, hogy mondják éberül, mert ezt fölpikapolták nagyon. Igen, mondja Jakokkal, tehát valóban a lenullázódás, az alá, a főhajtás, hogy valóban a teremtő legyen az elsődleges dolog a számunkra, és ilyen módon a rendszer megadja nekünk a jutalmat. Amikor mi megteremtettünk valamit, ami a formaegyező az adakozással, hirtelen fel fogjuk fedezni, hogy a teremtő elkezd megnyilvánulni mindenek a mélyén. Ezért nekünk egy érzéket kell tulajdonképpen kifejleszteni, amivel akár a tízes körre is pillantva felismerhetjük, hogy a teremtő, hogy a tíz ember mindig az én részem, Rav. A teremtő egy hiányban tárul fel, nyilván nekünk egy olyan vágy kell, ami nem a mi hiányunk. Hogyan építjük ki ezt a kölcsönös edényt, amelyben a teremtő feltárulhat? Tehát kell egy hiány a teremtő feltárulására. Hiszarom. Hogyan építjük ezt fel? Rajta. Minden attól függ, hogy mennyire tudjuk tartani a cél fontosságát, a teremtő fontosságát. Arra van szükségünk, mondja Terenc, hogy a köztünk lévő térben kiépüljön a teremtő fontossága. A színés rác, tehát hogy valóban elérjünk egy vágyat, ami az adakozásra irányul. Tehát engedjünk el minden mást, de mert minden csak azért van, hogy emlékeztessen bennünket a lenullázódásra. Az, hogy ez a fajta kapcsolat a teremtővel létezik. Hogy a kapcsolat tanácsát meg tudjuk valósítani, bármit, amit ők írtak a számunkra, amit tanítottak a számunkra, hogy valóban rajta tudjunk lógni, hogy ezt meg tudjuk tartani. Ez a bitultott állt, ez a teljes lenullázódás a barátok irányába, a tanár irányába, a könyvek irányába, a teremtő irányába, annak érdekében, hogy elnyerjük a fontosságot, és ez ementi tudjunk haladni. Ezt a bitul totált föl átvették Terenctől. Tehát minden cseket, amit még rajta mondja a következős tárc, az valóban azért van, hogy össze tudjunk kapcsolódni, és hogy ez a hiány minden cseket magába foglaljon, ami által mindenki korrigálja a saját természetét. Így van, ez azt jelenti, hogy nekünk el kell jutnunk arra a helyre, ahol valóban minden cselekedet feltárul, valóban folyamatosan ebben a hiányban próbálunk meg létezni, hogy valóban megértjük, hogy miért ébresztettek fel bennünket, tehát nekünk
egy valódi reményt kell felébreszteni, hogy megjelenik egy belőle egy igazi belső vágy, amely elvisz bennünket és átadja az erejét nekünk. Az összes különböző változások, amik bennünk történnek, ezeket fény által vannak végrehajtva. Mi önmagunkat valóban egy olyanfajta feltételrendszerbe kell vinnünk, hogy ez működjön. És ami mindig történik, hogy az az, hogy amennyien mértében képesek vagyunk ezt akarni és összekapcsolódni, és ezt a kapcsolatot valóban az egymás jelenti lenullázódásba használni, fogjuk a teremtőt feltárni. Az ember a hétköznapi életében tesz dolgokat, hogy elérjen valamit, és ezért természetesen tudok tenni. Tehát ez most úgy tűnik az én számomra, hogy valóban magamon kívül kell kiépítenem egy hiányt, ezért olyan módon tudok összekapcsolni a többiekkel, akikkel ugyanaz a vágyuk van, mint nekem. Így tudunk egy egységes vágyat létrehozni, ez az, ami meg van követelve tőlünk, hogy valóban a teremtő csak akkor tud feltárulni, hogyha ez a módszer rajtam keresztül tárul föl, így van. Egy vágyban akarunk lenni egy szívvel. És együtt kell kérnünk minden egyes alkalommal. Tehát nekünk így kell kiépítenünk egy atmoszférát a tízes körben, hogy valóban benyomásokat adjunk egymásnak egymás irányába. Hogy valóban lássuk, hogy minden körül tíz félre alakul ki, és a fény alakítja ezt ki tulajdonképpen. Az a tény, hogy valóban kívül van rajtunk ez a többiekben, a többiekkel való kapcsolatomban, ahol szeretnem kell a többieket, amennyire csak lehetséges. Ezért ezt az edényt tulajdonképpen értük alakítom ki. Először le kell nulláznom a tízes kör előtt, mondja a Heimrat. Ez azt jelenti, hogy szükségem van Rav. Milyen fajta szabályt jelentenek meg a zavarok, amelyek valóban az Ein Sofig megjelennek az életünkben? Mi a szerepük a zavaroknak? Az út mentén, ami a teremtő feltáráshoz vezet. Tehát a teremtő feltáráshoz vezető úton mi a szerepe a zavaroknak? Ez a kérdés lényege, csak mekegtem. A zavarok azok, mint a következő szint bevezetői jelennek meg, az ő feltárolások mindig egy új szintet jelent. Tehát mindenkülön a törés jelenik meg bennük először, és nem tudunk előre haladni, ha nem fedezzük fel ezeket a zavarokat. A kérdés az mindig azban nyilvánul meg, hogy milyen frekvenciában nyilvánulnak ezek meg a saját helyükön, és hogyan tudunk minden fölé emelkedni, és itt kezdődik a saját természetünkkel ellentétes munka a barátokkal. Következően, tehát minden zavar az azért jönnek meg, hogy bennünket keményebbé tegyen, megerősítsem, és ez az, ahogy mi valóban az emelkedés során egy helyes attitűdöt kell kiépítsünk egymás irányába. Így van, a zavarok annak érdekében jönnek, hogy mi növeljük a hiányt, ezt a közös hiányt, mert az előkérdés irányul, tehát különben mi egyáltalán nem tudnánk definiálni és fejleszteni azt a nagyon magasztos, de nagyon vaskos szintet, ami a feltároló vágyakban nyilvánulnak meg, amin túl kell lépnünk, ami túlmutat azon a helyen, ahol most vagyunk, Jakokka. A zavarok, azok, amik megadják nekünk a lehetőséget, hogy minden alkalommal fölemelkedjünk a következő szintre. Ezek azok, ez az a dolog, amin keresztül mindig közé jutunk a teremtő feltáráshoz. Sáj, az úszó gyerek. Tehát ilyen módon tudunk túlkerülni mindenem. Ez az, ami fölemel az egomnak. Ezek látszólag zavaróak. Valójában előre kell haladnunk minden egyes alkalommal. Azt kell megnézni, hogy mi az én természetem, annak érdekében kizébe belelépni. Tehát valami nem túl kellemes, hogyan tudjuk akkor ezt megtenni?
Az előadás érdekében így van. A zavarok nélkül nincs erőfeszítés a teremtő feltárulásának érdekében. Rav. Mit jelent az, hogy túllépni egy zavaron? Még egyszer. Mit jelent az, hogy túlkerülünk egy zavaron, vagy helyes módon használjuk a zavart? Nem hallom a fordítást, barátaim. Tehát nem kapcsolta be a fordító a mikrofonját. Tehát ezt most nem tudom lefordítani. Most kaptuk meg a hangot, tehát ez egy lehetőség az érdemek felé forduláshoz. Amit, hogy valóban elfogadjuk a barátokat, megértjük, hogy ez az az erő, amit a barátokkal kapcsolatban érezhetünk, amely előtt bennünket. A zavarok valóban a létrafokok az előadásban. Tehát nekünk ezt a játékot még élvezni is kell, hogy ezeken a fogokon haladunk előre. Haim Ratz. Nem tudok ehhez hozzáadni túl sokat, mert a csoporthoz kell tapadni a csapásokon keresztül, és a csoport a trambulin, amely magasabbra enged bennünket szállni. A zavarok azon ennyi van meg a teremtő és a teremtmény közel kell egymáshoz, ami azt jelenti, hogy kizárólag a teremtő elfogadásával nyilvánt az meg, a teremtő nagyszerűségének az érzésével, és akkor a zavar valóban emelkedéssé válik. Igen, ez a leírása mindennek. Ez az a mód, ahogy ez az én utamban megnyilvánul, aminek alá tudom magam vetni. Ez kizárólag a csoport erejével lehetséges, mondja a srác, hogy valóban alá tudjam vetni magam a zavarnak is, és ezáltal képes legyek fölémelkedni, hogy átsuhanjon rajtam a zavar tulajdonképpen. Mielőtt megérkezne a zavar, mondják, akkor nekünk egy atmoszférát kell kialakítanunk, ahol érezzük, hogy nincs más rajta kívül, hogy jó és jó cselekvő, ez az a hozzáállás, amit a teremtő megnyilvánít. Ő a zavaroknak a okozója, annak érdekében, hogy még jobban hozzátapadjunk, és hogy valóban az ő feltárása megtörténjen. Rav. Hogyan lépünk túl egy-egy zavaron valójában? Mi maga a zavar? Tehát mi az, ami megállít engem? Mi az, ami zavar engem? Mi az valójában? Ami zavar engem, az a saját természetem, ami jelentős a teremtő természetével, ezért a zavarnak az úton úgy kell megjelennie, hogy a teremtő ezt felkínálja nekem, hogy ki tudjam lépni magamból az adakozás és a szeretet irányába, minden dolog irányába, ami az ő minősége. Terence, ami zavar engem, az a saját egóm. Tehát nem tudok mindig emlékezni, hogy nincs más rajta kívül, nem tudok emlékezni arra, hogy jó és jó cselekő. Így van, az ego, az maga a teremtő, és alapvetően ez van előttünk, annak érdekében, hogy összekapcsolódjunk, és egy teljes állapotba juthassunk. És hogy imádkozzunk, hogy megfelelő módon használjuk a zavarokat. A teremtő küldi a zavarokat. A zavar valójában az egy elrejtési fok, ami mindig az alapja a zavarnak, tehát nekünk el kell fogadnunk a zavart, és dolgoznunk kell a zavarom. Fölé kell emelkednünk, és nyilván a zavarban, mikor egy ilyen dolog érkezik az életünkben, nem érezhetjük, hogy a teremtő jó és jóságos. Azonban
Ezáltal felkészülünk arra, hogy megváltoztassuk magunkat az úton van a előadásban, a barátokat, csoport a tanulás irányába, és valóban folytatni tudjuk a spirituális utunkat. A zavar, mondja, egy pont, amelyben nem értek egyet a teremtővel, ahol nem értem az adakozás minőségével, amikor nem tudom magam alávetni az egónak. Ez azért van, hogy emlékeztessen engem a túllépés erejére, egy valóban ez kizárólag a csoportban tudja megtapasztalni, a teljes lenullázódásban a barátok irányába, hogy valóban érezzem, hogy a teremtő az a csoportnak a középpontja, és a zavar az pedig annak érdekében nyelik meg, hogy ő valóban megreformálja engem és bennünket lépésről lépésre. Hogyan lehetséges, hogy a teremtő feltárul, a zavar pedig megmarad? Tehát ha ez mindig az, amit mondatok, hogy lehet az, hogy a teremtő feltárul, közben a zavar fennmarad? Hogyan lehetséges ez? Tehát mégis a teremtő feltárul után is érezzük a zavart. Mert hogyha eltűnne, akkor nem lenne szinten, ugye? Nem lenne szinten. Tehát, hogyha megmarad, az meg hogy lehet? Tehát hogy lehet, hogy én egy zavarban maradok, egyfajta mini csapásban, ugye? A teremtő feltárul a saját nagyszerűségével, hogy a legfontosabb dolog az életünkben, és a zavarok önmagában ettől még létezni fog az egyetlen dolog, a fontosság. De mi az, hogy fontos a zavarnak az elmúlása, vagy a teremtő? Kölkös látsz? Én nem tudom a választ erre a kérdésre. Úgy tűnik a számomra, hogy a teremtő feltárul, és hogyan éreztek én bármit, mint zavar, ha a teremtő feltárult? Én azt gondolom, nem tudom, lehet itt még egy cselekedet kell végrehajtanom, hogy a zavar, az, ami zavarként jelenik meg, azon túl tudok lépni, nyilvánvalóan a zavarban nem szabadna feltárni a teremtőnek, tehát nem tudom az igazi választ. Jakokka, ez azt mutatja meg, hogy mennyire vagyunk képesek a zavart a teremtőnek tulajdonítani, hogy valóban a csalódottság mélyén jelenjen meg, és abban a pillanatban, amikor mi így ragadjuk meg a teremtőt, akkor valóban a helyes attitűddel tudunk dolgozni a zavar irányába. A zavar nélkül mi egyszerűen elmerülünk az eredeti természetünkben. A zavar az a Földön tart bennünket, ezt a teremtőnek tulajdonítjuk, a tízes körben ezáltal jobban ábrázoljuk magunknak a teremtőt, és ez egy hajtóerő, egy motor, amely előre nyom bennünket, amely ha nem lenne, akkor nem látnám, hogy tudnék akár egy millimétert is mozdulni. A reformáló fény az, ami működik. Az összes zavar, az valójában egy kincs, mert ezek úgy kell értékelni, mert ezek nélkül mi mindig csak a hétköznapi eszközrendszerrel maradnánk, tehát ez valami nagyon értékes dolog valójában, ami által folytatni tudjuk az utunkat a teremtő nagyszerűségnek a feltárása felé. A teljes edény, a teljes kapni akarás az, amin majd egyszer képesek leszünk egy szűrőt használni, és akkor mindent a teremtőnek felajánlani. Amit? Így van, a zavar az megmarad a nem korrigált edényen belül, és nekünk egy új látásmódot kell megnyilvánítanunk, ami még magasztosabb állapotot nyilvánít meg, amely az életnek második oldalra. Hogyan tudjuk elképzelni önmagunkat úgy, hogy megmarad a zavar, és felett elérjük
Tehát úgy, de te ezt képzeljük el egy házaspárt, aki felfedezte először a vaskosságot a vitájukban, ma pedig ugye nem felejtik el azt, hogy veszekedtek, ezek feltárultak, a tegnap a vágyuk közötti különbség, azonban fölémelkedtek, és ezáltal kiépítettek egy olyan viszonyt, ami a zavar felett nyilvánult meg, és akkor a köztük lévő kapcsolat az erősebbé vált ezáltal. Ennek a zavarnak köszönhetően, ami megjelent a veszekedésre megfelelően. Tehát az nem tűnt el, semmilyen formában nem illant el. Hogyan tudják ezeket invertálni, transformálni, hiszen ezt nevezzük a vaskosság transformációját zakutba, érdembe vagy megtisztulásba. Hogyan tudják ezt végrehajtani? De miért érdekes, hogy a Héber a megtisztulás szót használja az érdemnek, a megtisztított vágyat? Oké, okay, tehát ugye ez a házaspár, akiről beszélt Rav, nyilvánvalóan nem szabad, hogy szeparációba taszítsa őket az egójuk feltárulása, hiszen az ego erősebb lehet, mint az ő vágyuk, hogy fennmaradjon a köztük a kapcsolat. Ha ők fontosnak tartják ezt a kapcsolatot köztük, és fölé tudnak emelkedni minden zavarnak, akkor megerősítést tudnak kapni a kapcsolatból, és ezt mind a zavarnak köszönhetik. Ezért tulajdonképpen a szeparáción keresztül tudják feltárni egyre erőteljesebben a kapcsolatot is. Ez ugyanez van a teremtővel is. Tehát itt egy ellentétes minőség van, folyamatosan építünk egy kapcsolatot a minőséggel kapcsolatosan, amely a szeparáció fölött jelenik meg. Mi felfedezzük a teremtőnek a minőségét, mint amely vágyott a mi számunkra. Mi nem tudunk csak ebben lenni, tehát nekünk a zavarkon keresztül kell feltárnunk, hogy azt, hogy te Rav. Tehát gyorsan válaszoljatok, hogy még több kérdést tudjunk feltenni. Nekünk a teremtőt feltárás az a cél fontosságáról van szükségünk, egy bizonyos célnak a fontosságáról, amely mindenhol, akár a házaspárok életében, vagy a barátok életében, minden egyes helyzetben a helyes irányba fordít bennünket. Így van, a zavarok, mondja a Jakokkal, valóban egy vaskosságnak a feltárulásáról szólnak, hogy de ez mind azért, hogy a kapcsolat következő szintje fenntartozó legyen. Sáj, hogy új szintet tudjunk építeni, az előző szinten van szükségünk, amelyet nem lehet eltörölni. Tehát ez a mi természetünk feltárulása, Rav. Miért az a megoldás? Tehát miért az a megoldás a nő és a férfi, az, hogy van a férfi és van a nő és a köztük lévő szentség, tehát a teremtő csak a zavar fölé emelkedése okán jelenik meg köztük. Tehát a zavar nem fog eltűnni, hanem megerősítse, meg kell erősítse az ő kapcsolatukat. Tehát miért van ez? Ugye itt a férfi és a nő az mindig a szellem és a lélek között a kapcsolat az emberben. Csak a reformáló fény az, amely működik. És mivel mindent, igen, tehát egyfelől Istennek köszönhetően képesek vagyunk egy újfajta irányultságra a teremtővel kapcsolatosan. Annak érdekében, hogy még magasabbra emelkedjünk, és tehát, hogy mi függetlenül tudjunk válni, hogy megértsük, hogy kizárólag ebben a kontrasztban, ebben a gapben vagyunk képesek a megszerzés és az adakozásnak a minőségét összehasonlítani. Haimrat, hogyha a szentség, az adakozásnak a minősége az a házaspárok közötti megjelenésben a teremtő megjelenését szolgálja, nyilvánvalóan az azt is jelenti, hogy nekünk hiányt kell emelnünk, amely valóban felemeli számunkra a
a felmentő fontosságát. Ki kell lépnünk a saját komfortzónánkból, mondja a következő srác, majd jön a megint a következő. Nekünk éreznünk kell az erőnket a viszonyunkon túlmenően, mert fölé kell emelkednünk ezeknek a problémának, hogy valóban képes legyünk érezni a kapcsolat egymás között, hogyan erősítjük meg ezt, hogyan emelkedünk fel egy új helyre, és hogyan tudjunk fenntartani és megtartani a kapcsolat cselekedetét. Ez egy szint. Amikor a zavar megadja nekünk a lehetőséget, hogy érzékeljük a Teremtőt, mivel ez a vágyunknak a kifejeződése nyilván meg, ahol a kapcsolat fontosabb bármi másnál. Valóban a kapcsolat fontossá válik, már én nem tudom, hogy hogyan érezzem ezt a kapcsolatot köztünk, hogy megjön közöttünk egy újfajta létező, ami valóban a házas párnak mind a kettőnek emelkedési lehetőséget ad. Nem tudok mit mondani, mondja Terence. Így van, a nő és a férfi válsága, ahogy ezt Terence mondja, ezek a teljes lenulázásban kell megnyilvánulnia. Csak az ima tud segíteni, Rav. Hogyan érjük el a helyes megközelítést, amin belül valóban ha valaki az ellenségét a támogatójává tudja avanzsálni. Tehát mi a helyes viszony? Hogyan lehet ezt, hogy a zavar fogja az ellenségeket egymás felé fordítani? Amikor mi nem akarunk konfrontálni a zavarral, amikor nem próbáljuk meg Rav. Adjatok egy egyszerű választ, egy mondattal legyetek szívesek. A fontosságot kell, a Teremtő feltárulását kell fontosan tartani, a Teremtő fontosságát kell felemelni, és meg kell értenünk, hogy amikor mi ezt egyszer megtesszük, akkor tulajdonképpen a zavarok nélkül nem lennénk képesek a Teremtő fontosságát kiemelni, ezért jutunk el a zavarokon keresztül a szeretethez. Fel kell ismernünk, hogy minden a Teremtőtől jön. Nincs más rajta kívül, ez a legfontosabb mondat. A sóvárgáson túlmenően össze kell kapcsolódnunk, a zavarok fölé kell emelkednünk, a fény ragyog rajtunk, és korrigálja a hozzáállásunkat, és így felfedezhetjük a szeretetet. Az ego felgyorsítja a zavarokat, ezért a spirituálisban belépésbe a szeretet lesz a megoldásra. Abban a mértékben, amennyire én szeretem a Teremtőt, ugyanabban a mértékben kell szeretnem a zavarokat is, mert ez a korrekcióhoz vezetnek bennünket, ezek a zavarok. Mivel valójában a Teremtőn kívül itt is más, a Teremtő van az orrom előtt. Oké? Néhány szót erről még. Tehát nekünk arra szükségünk, hogy lássuk, hogy jós, jóságos, és nincs más rajta kívül. És ott egy francia szót mondott, amit nem értenek a többiek. És hogy ilyen módon kell a barátokhoz kapcsolódni. Tehát mindenek előtt, mikor a barátom először magamra jött engem, akkor értettem meg, hogy mi történik, ha nincsen mellettem az apám. Ugye ezt kezdünk a Teremtővel kapcsolatosan is. Nem értjük pontosan azt az akkurátus munkát, amit Rav említett, hiszen szeretjük a Teremtőt, szeressük a zavarokat. Mit jelent ez, hogy az ellenségünket invertálnunk kell? Hogy lehet az, hogy aki gyűlöl engem, az a szeretővé változzon? Ez adja meg nekünk a kapcsolatot a Teremtővel. Rav. Hogy jutok el a Teremtő összetapadásra? Vágyon belül, nem? Tehát a korrigált vágyon belül, a parcufom gufjában, itt van az összetapadás. Menjünk át a lecke következő részére.